Népszerű a Bereki strand, földnapjáról emlékeztek meg országgyűlési választás után. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 12-én 18 óra 5 perckor. Már a múlt héten beszámoltunk róla, hogy a nyári strandszezonra felkészültek a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőben. A családias, nyugodt környezet és a gyógyvíz népszerű a fürdőzők körében. Az ide látogató strandolók évről évre elégedettek. Látnunk már évek óta ide járunk, ez nagyon jó gyógyvíz, mindenre nagyon jó. Kiszolgálás, ellátás, mindennel meg vagyunk elégedve. A vendégek napszaktól függetlenül veszik igénybe a fürdőszolgáltatásait. Mi jövünk délelőtt is, délután is. Délután. Meg akkor szeretünk, ha nincsenek olyan sokan. Hát állítólag most nagyon sokan voltak, húsvétkor telt ház volt, hát akkor szerettünk volna, de nem jött össze. Most jöttünk, de nagyon jó, hogy nincsenek olyan sokan. Na de akkor se. Hát tavaly például 10 napig voltunk, főszezonban rengetegen voltak, de hát az ellátás is nagyon jó volt. Jó idő volt, úgyhogy... Nagyon jó volt. A fürdő területén és azon kívül is előszeretettel fogyasztanak az ide látogató vendégek. Itt vagyunk a hotelben, hát mint most ott étkezünk. Ott van svédasztalos reggeli, vacsora, úgyhogy ott étkezünk, de hát úgy általában hát bárhova elmegyünk, nagyon jó. Pocak étterem most, ami épp nyitva van, mindegyik nagyon jó. Én szeretek enni, nem válogatok. Az itt fürdőzők nem csak a kínálattal, hanem az árakkal is nagyon elégedettek. Elégedettek vagyunk az árakkal is. Ahhoz képest, amilyen utána néztünk, nekünk ez a legelfogadhatóbb ár. Előtte érdeklődtünk más helyeken, és sokkal drágább. Sokkal itt nagyon jó. Sokan vannak, akik az ország távolabbi pontjairól jönnek. Ha tehetik, ők is megpróbálnak évente többször a fürdőbe látogatni. Körülbelül 5 éve állandóan ide járunk. Ha megengedhetjük magunkat, akkor jövünk 2-szer is, 3-szor is, ha nem, akkor 1-szer, de akkor hosszabb időre. De én nekem a Berekfürdő maximálisan megfelel. Az ide látogató strandolók évről évre elégedettek. Autóbusszal utazunk, aztán már 9 órakor itt vagyunk, és akkor délután 4 óra után megy vissza az autóbuszunk, és hát az a másfél óra sokat jelent oda-vissza. Meg kellemes a környezet, nagyon megtetszett, meg szeretjük, hogy ideként pürödhetünk ebbe jó meleg vízbe, és nagyon jó a levegő. Meg bent nagyon szeretjük ezeket a masszírozó, akár amikor jönnek ki oldalt, mert a környéken még ilyennel nem találkoztunk. Pedig voltunk Cserkeszőlőn, most meg a Zsóriba voltunk, meg mindenhol, Hajdúszoboszon, de ilyennel még nem találkoztunk, és ez nagyon jó a derekunknak. Az itt fürdőzők nem csak a víz minőségével, hanem az árakkal is nagyon elégedettek. Ez a legolcsóbb a környéken, és nagyon meglepődtünk, mikor februárban jöttünk, mert akkor viszont kettőnknek kellett csak egy jegyet fizetni, és ez nagyon jó esett a pénztárnál, amikor közölték velünk. Úgyhogy ez kellemes meglepetés volt. Meg nagyon jó volt a víz lényegében, mikor hazamentünk, és másnap vettük észre, hogy miért mind a ketten gerincbetegek vagyunk, és nagyon jó volt, mert másnap már észre lehetett venni. És azért jöttünk most is, már úgy most harmadik alkalom, hogy jöttünk, és hát még jövünk többször is. Pláne most meg, hogy kint is lehet fürdeni, így még jobb. A Berekfürdői strand a szezonra felkészülten várja régi és új vendégeit. A földnapja alkalmából városunkba látogatott a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT, hogy egy különleges fát ültessenek el a főtéren. A részletekről Turok Mátyást, a TRVPR marketing osztályvezetőjét kérdeztük. A földnapja alkalmából a TRV munkatársai városunkba látogattak, hogy felhívják a figyelmet a környezetszennyezés súlyos hatásaira, valamint a bolygó védelmére.
A figyelemfelhívó aktivitást a Földnapja alkalma ihlette, amelynek központjában a szemléletformálás áll. Az aktivitásunk fő célja az egy kicsit ilyen szemléletformáló projekt is. Készítettek a térvés dolgozók közösen egy csatornaszörnyet, aminek segítségével szemléltetni próbáljuk azt, hogy az emberek milyen tárgyakat, illetve használati eszközöket dobnak sajnálatos módon a lefolyókba és húznak le a WC-n. Ilyen tárgyakra érdemes gondolni, mint személyigazolvány, toll, ceruza, tisztasági betét, sörös doboz, tehát rengeteg olyan tárgy, ami egyáltalán nem odavaló. Sajnos ezzel nagyban károsítjuk és szennyezzük a környezetünket. Úgyhogy ennek a bábúnak a segítségével szeretnénk bemutatni azt, hogy mit ne dobjanak az emberek a lefolyókba. A TRV munkatársai egy különleges fát is magukkal hoztak az alkalomra, amelyet a Városi Önkormányzat Városgondnoksága munkatársai segítségével együtt ültettek el. Megemlékezés alkalmából úgy döntöttünk a kollégákkal közösen, hogy veszünk egy japán cseresznyefát. Előtte nyilván egyeztettünk Karcag önkormányzatával, és említették, hogy pont egy ilyen fa hiányzik az önkormányzattal szemben lévő parkban, úgyhogy vettünk egy japán cseresznyefát, amit közösen szeretnénk majd elültetni. Amit itt egyébként láttok, azt mind közösen a térvés dolgozók készítették, legyen szó a csatornaszőnyről, a fát közösen választottuk ki, és azt az aktivitás programot, amit hoztunk a járókelőknek szintén közösen alkottuk meg, a fát pedig egy nagy fatábla fogja jelezni, amit az egyik idősebb férfi kollégán készített a saját kezével. Stúdiónk vendége volt F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akivel a választások eredményéről, valamint a várost és a térséget érintő kérdésekről beszélgettünk. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Április 3-án az országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP egy nagyon hatalmas, nagy arányú győzelmet aratott, és ön is, mint a térség országgyűlési képviselője is kimagasló eredményt ért el. Hogyan értékeli a választások eredményét? Nagyon szép eredmény. Én azt gondolom, hogy visszaköszön benne az elmúlt 4 év, vagy akár 12 év munkája is, hiszen az emberek nem véletlenül szavaztak bizalmat, nem csak a képviselőknek, hanem a kormánynak is. És ez szólt a kormány munkájáról, és természetesen szólt az országgyűlési képviselők munkájáról is, arra a munkáról, amit az elmúlt időszakban elvégeztek. Én azt gondolom, hogy fontos volt mindenki számára a nyugalom, a béke és a fejlődés ütemének megtartása. Az emberek mérlegeltek, nem foglalkoztak különböző lózungokkal, egyéb dolgokkal, hanem megnézték azt, hogy az ő életük hogy változott, milyen irányba változott, milyen lehetőségeik vannak, és mérlegeltek. És hát kicsit engem is váratlanul ért az eredmény, hiszen gondoltam azt, hogy az emberek nagy többsége a kormány folytatására szavaznak. És bíztam benne azt is, hogy azt is elismerik azt a 4 éves munkát, amit itt a térségben településről településre járva, a legkisebb problémákat is megpróbálva, megoldva segítettem az itt élők életét. Én bíztam benne, hogy én is bizalmat kapok, de meglepett az a szeretet, az a támogatás, az a nagymértékű támogatás, amit itt a karcagi választókörzetben is kapott a kormány, és kaptam én is. Hiszen ha azt nézzük, országosan a 9. legjobb eredményt értük el itt a karcagi választókörzetben, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Győr-Sopron megyei országgyűlési képviselők előztek meg bennünket, azok a körzetek, tehát azt lehet mondani, hogy nemhogy szégyenkezni valónk nincs, hanem büszkék is lehetünk magunkra erre az eredményre. És az emberek látták az elvégzett munkát, és bízom benne, hogy el is ismerték az elvégzett munkának az eredményét is. A napokban ünnepélyes keretek között a Városháza dísztermében került sor a mandátum átadásra. Ilyenkor az ember egy picit számot vet, hiszen egy újabb 4 év áll ön előtt. Igen, hiszen pont az jutott eszembe, hogy 24 esztendővel ezelőtt, mint önkormányzati képviselő vettem át először a mandátumot, ugyanott a karcagi Városháza dísztermében. Az egy csodálatos és megható pillanat volt, hiszen egy olyan ember, aki itt született, a családja itt élt, ősei, nagyszülei, dédszülei ugyanúgy ebben a városban éltek, és megválasztják egy önkormányzati képviselőnek,
az egy csodálatos dolog. És hogyha egy térség válassza meg immár másodjára országgyűlési képviselőnek, én azt gondolom, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés egy ember életében nagyon kevés lehet, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy megtisztelő az, akik ismernek, akik között élek, alkalmasnak és megfelelőnek találnak arra, hogy a térségnek és nem csak a városnak, hanem az egész térségnek az ügyeit képviseljem Budapesten a Magyar Országgyűlésbe. Tehát egy nagyon jó érzés, és másabb érzés, mint 4 évvel ezelőtt. Amikor először kezdtem az országgyűlési képviselői munkát, akkor igazából nem tudtam, hogy mekkora ez a feladat, milyen szerte ágazó, akkor csak sejtéseim voltak, hiszen én foglalkoztam a politikával, de belülről egy országgyűlési képviselőnek mennyi dologgal, mennyi problémával kell találkozni, és mennyi problémát kell megoldani, ezt nem láttam. Most már úgy vagyok vele, hogy 4 év mögöttem van, és hát látom azt, hogy 4 év előttem, és látom azt, hogy hatalmas munka, és ezt a munkát nem lehet úgy végezni, hogy csak elvégezzük, vagy közepesen. Ezt az ember a legjobb tudása szerint a maximális teljesítménnyel mindent beleadva lehet végezni, vagy sehogy. És látom azt, hogyha azok az elvárások lesznek felém, és magammal szemben is, hogy a maximálisan minden erőt beadva, akkor ez egy nagyon nehéz 4 év lesz, de azt gondolom, hogy lelkileg, fizikailag állunk készen, és hát ez a térség is készen áll arra, hogy gyorsabb tempót tudjunk diktálni a fejlődésben, a fejlesztésben, hiszen lehet még gyorsítani ezen a tempón, itt mi bírjuk a sebességet. A fejlődésnél maradva és a térségnél maradva, melyek azok a beruházások, amelyek folyamatban vannak és az elkövetkező időszakban meghatározóak lehetnek? Hát ha csak Karcagot nézzük, rengeteg munkahelyi teremtő beruházás van folyamatban, van készen, hiszen a Reve, azaz a Penny Market logisztikai központjának duplája rőtt a csarnok kapacitás, tehát egy hatalmas logisztikai bázis. Most adtuk át a Purhab feldolgozó üzemnek a alapkövét, működik az üzem, újból a műanyag feldolgozó is teljes kapacitással fog dolgozni. Az AgroSprint hatalmas beruházás, a térség legnagyobb beruházása, ami folyamatban van, betonelemgyár épül. Én azt gondolom, hogy el fogunk jutni mi is odáig, hogy munkaerő hiány lesz itt a térségben. És amikor eljutottunk, hogy munkaerő hiány van, akkor már lehet válogatni a munkák között a munkavállalóknak is. És hogyha ebbe a ciklusba ide fog érni a 4-sávos 4-es, ami már egy csodálatos dolog, aki kipróbálta már, hogy milyen most Karcagról Budapestre menni autóval, és már a szolnoki elkerülőt is tudja használni, az érzi azt, hogy micsoda minőségi ugrás, hogyha minél közelebb jön a 4-sávos 4-es autót. Ebbe a ciklusba el fog idáig érni, és akkor mint egy startpisztoly eldördülése fénysebességre fog kapcsolni a térség fejlesztésbe, infrastruktúrális, munkahelyteremtő beruházásba, és hát élhetőbb lesz ez a város, élhetőbb lesz ez az egész környék, hiszen Karcagon most tettük le az alapkövét az új sportkomplexumnak, csodálatos lesz, épül az a szabadidő központ, ahol a Milánói pavilonnak az épülete már folytatódik, ott épült Magyarország leghosszabb pumpapályája, rengeteg gyermek van rajta, az én fiaim is imádják, és ott egy olyan szabadidő park játszótérrel, szabadidő központtal fog megépülni, amit nem csak a karcagiak örömére fog szolgálni, hanem a környékből is nagyon sokan fognak idejönni, pihenni, kikapcsolódani, játszani. Magyar kormány elkötelezetten támogatja a családokat, és itt Karcagon is egy bölcsődefelújítási program veszi kezdetét. Mit lehet tudni a részletekről? Hát ez annál még több, hiszen egy bölcsődefelújítási program, és épülni fog majd egy új bölcsőde, hiszen a vasúti úti bölcsőde már olyan állapotban van, hogy oda már egy új állja a helyét. Tehát ha meg fog épülni az a bölcsőde a központban, az a 3 pavilonos bölcsőde teljesen a 21. századnak megfelelően meg fog épülni, akkor nem lesz olyan család, olyan gyermek, akinek a bölcsődei ellátása nem lehetett volna biztosítani. Hiszen tudjuk azt, hogy minden családban, hogyha az édesanyja el tud menni dolgozni,
és van hova, van kire bízni a gyermeket, akkor hamarabb elmegy dolgozni, a két keresős családban sokkal jobban tudnak haladni, és hogyha egy olyan bölcsődébe tudja vinni a gyermekét, amely szép, modern, a 21. századnak megfelelő, akkor nem csak a bölcsődei gondozók szeretete, hanem a bölcsöde kinézete kívül belül egy olyan lesz, ahova szívesen viszi a gyereket, mert hát mindannyian tudjuk, akinek gyereke van, hogy egy pici gyermeket nagyon nehezen bízunk bárkire, nagyon nehezen hagyunk ott bárhol, de egy szép bölcsöde az mindenkinek jó lesz. Képviselő úr, hogyan látja a térség jövőjét? Azt látom, hogy ez a térség talán a tatárjárás óta, a török idők óta mindig egy kicsit hátrányban van. De azt látom, hogy most ezt a hátrányt ledolgozza, hiszen közlekedünk itt a térségbe. És mindig az volt a probléma, hogy milyen rosszak az utak. Nagyon sok út újult meg, a következő időszakban nem lesz olyan út, amelynek a megújítása nem történik meg. Munkahelyteremtő beruházások vannak, infrastruktúrális beruházások, az iskolák, nincs olyan iskola vagy óvoda, amelyik nem újult volna meg. Én azt gondolom, hogy jó lesz itt élni, és nem csak jó lesz itt élni, azok a fiatalok, akik itt születtek, azok már nem fognak elkívánkozni akár egy nagyvárosba, vagy maximum ideglenesen, és azok a fiatalok, akik már egy nagyvárosban laknak, akkor rá fognak jönni, hogy érdemes visszajönni ide a térségre. Én azt gondolom, hogy ez az elvándorlás, a fiatalok elvándorlása sokkal kisebb lesz, meg fog történni egy visszaáramlás a nagyvárosokból, mert tudjuk azt, hogy ugyan már látjuk Karcagon is, hogy rengeteg autó van, egy iskola kezdés, egy iskola, egy óvoda kezdés, vagy egy délután befejezésén már nem lehet kikanyarodni a Madarasi útra, a Kálvin útról, ez látszik az, hogy rengeteg autó van, de mégis egy vidéki élet, egy kisváros élet sokkal szebb, sokkal nyugodtabb, egy gyereknek, egy fiatal családnak sokkal biztonságosabb, vagy akár egy idősnek. Én azt gondolom, hogy fel fog értékelődni a térségünk, a Nagykunság, a Tiszató, és jó lesz itt élni, már jó itt élni. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!